Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem másra várunk benneteket, mint az Egy kis biliárd című sorozatunk következő, elvileg 13. epizódjával. Így is van. És a mai alkalommal, folytatjuk a Risz elleni hosszú csatározásunkat. Remélhetőleg most már azért eljutunk a győzelem felé. Illetve volt egy kis gyakorlásom itt a kettő között, igazából nem haladtam előre egy percet sem, de lett volna egy felvétel, viszont beletelefonáltak nekem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy mivel nem haladtam bele semmit, ezért feladtam azt a meccset, és újra kezdtem a felvételt, tehát igazából ennyi dolog történt. Volt egy nagyon ígéretes mérkőzésem, aztán az utolsó feketének az ívjét rontottam el, pedig meg lett volna minden. Na, egy golyó beesett, lehet akár kettő is, de nem ment eleget a hármas. Na, nézzünk körbe, nagyon széjjel vannak szedve. A csíkossal meg lehet mind a három egyébként, ha úgy akarom. Viszont a könnyebb elindulni a telivel, mert ugye ott a hármas a lyuk szájában. Ugye leginkább arra figyelek, és azért bénáskodunk itt ezekben az epizódokban, egyébként csíkossal is el lehet indulni, mert szeretném minél több, egy játék alatt minél több csillagot megszerezni, és ezért van az, hogy igazából arra is figyelek, és ezért nem megy a játék Risszellem. Hát megindítjuk a... Itt is egyébként maximum az látszódik ki, hogyha most egy rohamból indítom, hogy... Kettőt csillagot tudok maximum megszerezni. Így nem akartam ennyire közelre a 9-est. Nagyon közel van a 9-es, ez nem bevállalható így. És nincs pozíció innentől kezdve. Csak a 3-as tudnám egy kicsit kitolni. Szerintem ezzel be fogom lőni. Nem! Azt a! Ezt nagyon szépen bemágiáztam. Ez nem így volt. Nem így terveztem. Egy nagyon-nagyon negatív 9-es következik a tervek szerint. Bement. És nem sikerül kiszednem a 10-est innen. Úgyhogy innentől kezdve... Talán a 11-es befér ott. Igen, van annyi hely. Az most jó a tempó, és nagyon jó a 13-asra a pozíció középre. Adok neki egy kis helyet. Ez az. És nagyon szépen érkezem le ahhoz a golyóhoz. Nagyon szép. Így kellett volna játszani. Az előző epizódokban, csak hát ugye a 10-es az behalt, és ráadásul snooker. A Mars Snooker VB. De legalább az enyémet érintettem meg elsőnek. Hát... sikerült csinálnom a snooker mentességet. Hát most ez Risz ledolgozhatja magának. De nem fogja. Hát ugye innentől kezdve már csak két csillag lehetséges. Megnyerni a meccset és ugye két oldalsó lyukba belökni. Az is megtörtént. Igazából, ugye megnézem, nem adta meg. Ja, mert nem nyertem még meg a játékot. Húha, ez nagyon ide-oda táncolgat. Ezt viszont most már innentől a állás neki a zöldet be fogja lökni. Ráadásul ott van a 4-es. Az most szerencse, hogy eltakartuk most neki a 4-es, de most már látni fogja. Csak belöki a fehéret is cserébe. Ami nagy hiba, mert ugye ezt innentől kezdve én nekem meg kéne fejeznem. Az a kocsa az nagyon nem kellett nekem.
És a kettes miatt nincs meg az a szög. Hát az a kettes az nagyon belökhető. Az nagyon ott maradt. De ki hagy? Azt a más listáját, így gondolta. Néha irrealisztikus egy kicsit ez a gép. Az viszont tényleg nem jó. Úgyhogy innentől kezdve, azt a 8-ast azt el kell, hogy férjen ott mellette. Az ott beakad. Ez lenne a jó szerintem. Igen. Szép! Gyönyörű! Gyönyörű! Megnyertük a játékot, de nem fogadta el a konzultívlit. Nem fogadta el. Rohadjál meg. Na, akkor kezdje el. Hát akkor még egy csillagot meg tudunk itt szerezni, hogy három hátrányból visszajövünk. Azt fogjuk megcsinálni még. Most ő kezd. Hatos be fog hullani. Csíkos könnyű. Vagy nem volt kettő? Csíkosom középre? Vagy kettő golyom nem volt középre? Az előző partiban. Lehet, hogy az volt, hogy nem volt két golyom középre. Ja, lehet, hogy konzuki lökésben egymás után, tehát az nem működik, hogy oldalsó után egy sarokba küldöm. Ez pontban van. Ez valószínűleg ők meg fogja nyerni ezt a játékot. Valamennyit le fog puszulni, bár nem sikerült jól a pozíció, úgyhogy innentől kezdve, ha csak nem megy be az a 14-es, de nem ment be. Akkor ez... Nem volt jó a pozíció. Nem csináltam, azért nem sikerült most jól vinnie. Na nézzük! Hát, ha egy picit a pirost megszelídítem, akkor meg lehet ebből a két oldalsó egymás után. Hát ezzel most nem sikerült. Ráadásul nagyon ott van a falon, úgyhogy ez megint nem az a... Szép. És a lila lehet, hogy meg lesz így a falra, középre. De nagyon-nagyon. Talán így be fog hullani. Nem! Ah! Megmentett, és ráadásul az a 4-es be fog menni. Nyilván nem így akartam. Csak nagyon nem áll úgy, hogy... Ezt be kell drukkolni. Nagyon a szélére áll. Így! De nem így! Áú! Hány terim maradt? Kettő? Hát akkor a másik csillag sem lesz meg. Amiért még harcolok. De szépen lepucolja. Jó soba a kék. Igen, kettő maradt csak.
kimarad. Hát legalább a meccs megnyerése. Nem jó ez a szög. Igen, pont ettől féltem, és ettől még inkább. Ügyes vagy, Dani. Azt a tízest, azt nagyon megcsókolhatja Risz. Na nézzük, belök ki a feketét, és utána egy gyors infót néznem kell. És kimarad! Új, de nagy hiba! Nekem egy elég távoli egyest kell megpróbálnom, ennél nagyobb szökkel szerintem ennyi elég. Hát... Azta! Hú, ez viszont így, hogy nagyon közel van. Ez kérdéses. Van, csak a fehér a kérdés. Jó, meg vagyunk. Szép. Megvan a győzelem, de nem sikerült semmit sem elérnünk vele. Megpróbáljuk a fal. Hú, semmi! És abszolút benne a bolyban a fehér. Lila belökhető? Nem, a zöldet is be tudja lökni. Teljesen igaz. Hú, viszont az ott nagyon-nagyon komoly öldöklés lesz azért a két csíkosért. De addig, amíg ott van a fehér, vagy bocsánat, addig, amíg ott van a piros, addig őnek is nincs ez megoldva. Most, hogy beesett így, ez egyrészt nyilván így volt kiszámítva. Négyes. Ajaj, az viszont behúlik. Mit lehet ebből kihozni? Hát azt a bolyt, azt úgy kéne hagynunk. Szedje ő szét. A három itten itt kéne szétlökni. Én azt gondolom. Lehet, hogy ezzel a boly. Opa, az a fekete az megmozdult, és emiatt elterelődött a fehér. Van nekem egy másik csíkos. Ó, szép! Hát, igen, csak az a nagy kérdés, hogy ebből be tudok-e még egyet. A tízes az nagyon jó pozícióba lesz, hogyha sikerül. De kimarad! De cserébe megint oda küldtem egy golyót, ami zavarhatja őt. Tehát egy rohamban nem fogja megcsinálni, ha csak le nem bontja. Ez inkább safety gyanú. Azt a kéket ott kéne hagyni. Ez így jó. Szerintem nincs meg úgy a hetes, hogy belökje. Az egyesebb egy szóval meg tud indulni. Az teljesen igaz. És az a hármas is, hogyha jó pozíció... Na nem, van a 15-ös, azért azt nem fogja. És ebből a kettes nyilvánvaló. Csak kimarad. Várta a 15-öst leszedni. És
ebből két golyót be tudok lökni középre. Szerintem. Na most van a baj. Ebből mit szeretne? Kettes belökni. És miért jött le? A hetesért. Ezt le fogja innen. Igen, jó lett a pozíció. És szépen beáll a hármasra, ezt be tudja innentől csinálni. Nagyon szépen megoldotta rész. Ben van. Csak a fehér ívet kap. Hát ez abszolút nagyon profin oldotta meg, kellett az én hibám is. Nagyon ügyesen, nagyon profin oldotta meg ezt a partit. Abszolút megérdemli itt a győzelmet. Ez nagyon szép volt. Na, még egy kör belefér. Kerekbe 10 percünk van, ő kezd. Most nem esett be semmi. A csíkossal meg lehet szerintem mind a három küldetés. Hát... Az ötös leelökhető? Nem elég a hármas is neki. De belökhető az ötös is. Fékez a nyolcason, ott a hatos. Nem lett jó pozíció, azért nem löktem tovább. Inkább megvárom, hogy letisztítsa. Hát, ha kerülök olyan helyzetbe, mint múltkor. Szép. Jó lett a lilára is. Csak kicsikét betakar az a hármas, és szerintem ezért nem lesz az meg. Igen. Helyette... egy olyan pozíció, hogy ne lökjen be a 11-est. Viszont a narancs az itt maradt. Viszont az a zöld az nem került jó helyre. Illetve az a 4-es nem került jó helyre. Talán. Befér. Nem. Igen, pont ettől féltem, hogy nem. Viszont talán... talán azt a 4-est most meg ő nem fogja tudni belökni. Kettes. Megpróbálta a 4-esre ráküldeni. Hát itt futnom kell egyet. Így leszedjük a 4-est a falról. Kiugrott a zöld, és a fehér meg beesik a lyukba. Mindent megoldottam neki. El kellett, kellett az erő mindenképpen ahhoz, hogy tudjam a feladatomat végrehajtani. Viszont ő ezt elrontja. Zöld középre, és innentől meg kéne csinálnia. Azért megnézem ezt a szót, hogy konzüktiefi. Micsoda. Azt mondja. Hol van a fordító? Mindegy, adás után megnézem, hogy mit jelent, maradjunk ennyiben. Ha most nem adja meg. Jaj, megint a sarok. Jó,
Most a pirosat kéne belöknünk, vagy a sárga is mehet, könnyebb. Lehet, hogy inkább a piros, mert akkor ott marad a sárga. Ez az, megvan. Jó, erre gondolt, hogy egymás utánba két golyóbist középre. És mivel három golyó van nekem az asztalon, ezért most inkább védekezni kéne. Rádobom magamat a 12-esre. Úgy, de ez rövid lesz. Engedi? Igen. Jó van. Ott van neki a lila. De szerintem ebből nem tudja belökni. De. Kékre kell pozíció. Hát ez ilyen... Vagy bemegy, vagy nem. Viszont a feketét valamit ki kell találnom rá, hogy csak én. Tetszik. Csak később. Az a baj, kell nekem ez a golyó. Úgyhogy azt csináljuk, hogy... Ó! Kékre akartam feketére akartam ráragasztani. Ehelyett hagytam neki egy könnyű kettest, és innen belökheti a 8-ast. De a másik csillag azt szerintem így megadja. Nem! Kihagyja a 8-ast, és akkor innentől kezdve viszont ezt be kéne fejeznem. Elszáll a lila. Kicsit megnyugodásképpen. 9-esre nem jó a szög. Inkább megyünk biztosra. Öj, így meg főleg nem jó a szög. Csak valamelyik sarok. Uff, szép. És a fekete innentől konyha kész. Csak a szöget meg kell találni. Jó lesz? Jó! Igen! Igen! És minden küldetés sikeredett. Minden csillag megvan. Ez az, hogy nem egyszerre kell megszerezni a csillagokat. Na nézzük! Na, még egy ellenfelünk van megint csak, itt a harmadik turnamentben. Viszont ezt már szerintem inkább a következő adásban mindjárt megnézem, mennyi az időnk. Igen, ezt viszont inkább már a következő adásban fogom... nem, még egyet tudunk játszani. Az a baj, most érkezünk a 24 perchez, úgyhogy egy kör gyorsan játszunk még vele. Illetve megnézzük. Aha. Értem, tehát ez az életes játék, úgyhogy akkor inkább megvárjuk a következő adásunkat. Tehát meg kell nyernünk a játékot úgy, hogy 3 életünk marad. Ez könnyed játék, azt gondolom. Úgyhogy, és ő fog kezdeni. Hát akkor elkezdjük a játékot, és akkor következő adásra fogjuk hagyni a továbbiakat. Ebből be kell löknöm egy golyót. 10-essel egyszerű kezdés. Egy megvan. És lett volna még egy lehetőség, az a 14-es, ha ment volna jó irányba. Neki is meg lett volna a két lehetősége. Vagy inkább egy más irányba gondolkodunk. Oh!
kihagytuk. És ez csúnyán fájt. És megint kihagyjuk. Na és innentől kezdve. Jó, ezt a partit még el akarjuk veszíteni, és akkor ezzel gyakorlatilag adási idő vége. De azért, mert ezt most azért csinálom így, ezt nem akarom belerakni a mérlegembe, hogy egy ilyen jellegű partit elveszítek, azért csinálom ezt így, mert szerintem ez a Tyler, ez hajlandó nekem elrontani a dolgokat, úgyhogy azt csináljuk meg, hogy inkább még most belökök valamit. Ő belöki az egyest. Nem hiszem, hogy mást fog. Én a zöld. Igazából most itt az van, hogy húzom az időt. Szép! Az nagyon szépen leszette az ötös Tyler. Eddig húztam. Így akartam, ne aggódjatok. Na, innen folytatjuk a következő alkalommal. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!